Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Istennek kegyelméből alakult ez, hogy szép számmal összejöttünk, és nem csak mi itt, hanem a világ sok-sok más pontján is, az országnak és a világnak is sok pontján imádkoznak. 8 órakor a rózsafűzért fogjuk majd elkezdeni imádkozni, most pedig az Akathisztos himnuszt énekeljük. Figyeljünk a kórusra, akik vezetik az éneket, de természetesen mindnyáján kapcsoljunk be. Ezt az imádságot a hivatásokért ajánljuk föl, papi és szerzetesi hivatásokért. Szíriai utam során azt láttam, hogy a rengeteg hivatás van. Olyan monostorban jártam, ahol újabb házat kellett megnyitni, olyan sok szerzetes női hivatás jelentkezett a fiatal leányok közül. Papi hivatás is, a szemináriumban 70 kispap van. Nagyon sok hivatás van ezekben a vidékeken, ahol üldözik a keresztényeket. Mégpedig azért, mert erős a hitük. Az erős hit tudja termelni a hivatásokat. És Magyarországon bizony nagy hiány van szerzetesi és papi hivatásból, mert egyre gyöngül a hitünk. Úgyhogy elsősorban azért imádkozzunk, ne csak azért, hogy legyenek fiatal fiúk és leányok, akik a szerzetesi papi hivatásnak igen mondanak, hanem hogy erősödjön meg a hitünk, a mi hitünk, családjainknak a hite, hogy olyan fiatalokat nevelődjenek fel a családokban, akik számára természetes, hogy az Istennek szolgálnak. És természetesen az emberek megtérésért is imádkozzunk. Köszönjük a szervezőkért, akik ezt a mai napot összehozták, és először az Akathisztos himnusszal szólítjuk az Isten szülőt, és dicsőítjük az Istent, utána pedig a rózsafűzért imádkozzuk el, hivatásokért, hitünk megerősödéséért. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. A dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, s örökkön örökké. Ó, legszentebb nagyasszonyunk, tisztaságos Isten szülő szűz, Urunk Istenünknek, Jézus Krisztusnak anyja, mielőtt megkezdeném-e hozzád intézeti méltatlan imádságomat, leborulok előtted, mint királyunk anyja előtt, és hozzád esedezem ég és föld királyának anyja.
Fogadd el, vidd azt az uralkodó király, a mindenek ura, a te fiadet az Isten elé, és kér bocsánatot minden vétkünkért, adj életünknek megigazulást, és végezetül a túlvilágon lakozó ellenségek zaklatásától mentes elköltözés. Közben járásod által add meg, hogy a mennyország Istenhez vezető ajtaja megnyíljék előttünk, hogy ott a paradicsomi táplálék élvezetében a hegyen épült városnak, a magasságbeli mindenek fölött ékes Jeruzsálemnek vigasságában és kimondhatatlan szépségében, a hármas fényű szent háromság tündöklésében, az angyalok énekének édes hangjában gyönyörködhessünk. Így minket a dicsőség és öröm örököseivé, és minden szentek sorsosaivá, mert mint a mindenható király anyja mindent megtehet, azért most, kiváltképp pedig ez órában, ó mindenek fölött irgalmas nagyasszonyunk, hallgass meg minket, úrnőnk, királynénk, előtted vagyunk figyelmezre áll, míg a következő imádságos éneket mutatjuk be néked. Trónálló angyal elküldetett a mennyből, hogy így köszöntse az Isten szülőt, üdvözlégy, és látván téged, Urunk, már előre megtestesülten elcsodálkozott, és megállva szellemi hangon így módon köszönti ő. Üdvözlégy, tisztaságát a szent szűz bátran mondja Gábrielnek, dicső szavait érthetetlenek lelkem előtt, miképpen beszélhetsz ugyanis természet fölötti foganás követő szülésről énekelve.
a megfoghatatlan értelmet megérteni akarván a szűz, így szólt a szolgálattevő angyalhoz, miképp lehetséges, mondd meg nekem, hogy én a tiszta szűz fiat szüljek. Amaz félve felelt neki, így énekelve. Hozzá meg akkor a szüzet, hogy anyává legyen, és őt mindazok számára termőföldé téve, kik üdvösséget akarnak aratni, midőn így énekelne. Méhébe fogadván a szűz fölsietett Erzsébethez, ennek magzata pedig rögtön megismervén az ő köszöntését örvendett, és megmozdulván, mintha énekelne, így kiáltott az Isten szülőhöz. Thank you.
kétkedő gondolatok viharadulván lelkében megszavarodott a tiszta életű József. Tisztának ismert téged, de azt vélte, hogy erőszakot szenvedtél, ó szeplőtelen. Midőn azonban megtudta, hogy te a szent lélektől fogantál, felkiáltott. Tudták a pásztorok az angyalok énekéből, hogy Krisztus teste töltve hozzánk érkezett. Siettek hozzá, mint pásztorhoz, és látták, hogy ő, mint szeplőtelen bárány, Mária kebelén táplálkozik, kihez énekelve így szólott. Csak az Istentől küldött csillagot, követték annak sugarait, és szövét nekül használván azt, keresték vele az erős király. Midőn pedig elérkeztek az elérhetetlenhez, megörvendezve énekelték neki. Időn a káldeabeliek a szűz karján látták azt, aki kezével alkotta az embereket, és bár szolgai alakot vett fel, mégis megismerték benne az uralkodót. Ajándékokkal igyekeztek neki szolgálni, és a boldogságost így énekelték.
betegségi apostolokká lettek a keleti bölcsek, visszatértek Babilonba, foganatosították ott jövendőlésedet, hirdettek téged mindenkinek, mint valódi messiás. Elhagyták a hiú beszédű Heródest, ki nem tudta énekelni. Földerítvén Egyiptomban az igazság világosságát, elűzted a tévedés sötétségét. Az ő bálványaik ugyanis nem bírták el erődet üdvözítő összedőltek, és akik azoktól megszabadultak, így kiáltottak az Isten szülőhöz. Üdvözlégyen öreg! Életből ki akart költözni, mint csecsemőt kezeibe adtak téged, de ő megismerte benned a tökéletes Isten, azért csodálkozva kimondhatatlan bölcsességeden, így kiáltott. Teremtményt mutatott föl a Teremtő nekünk, kik általa vagyunk. Midőn természet fölötti módon megjelent és megőrizte szülőinek tisztaságát, amint volt szeplőtelenül, hogy látva egy csodát, énekeljünk.
születés látván emeljük a mennyeiekhez elménket, és különítsük el magunkat a világtól, mert a magasságbeli azért jelent meg a földön, mint alázatos ember, hogy a magasságba vonzon minket, kik neki énekeljük. Egészen alant volt a leírhatatlan ige, de azért a magasságos semmiképpen sem hagyta el, mert alászállása isteni, nem távozása pedig helyben történő volt, és Istentől fogadó szűztől született, ki ilyeneket hall. Egész angyali világ elcsodálkozott megtestesülésed nagy művén, mert látták, mint megközelíthető embert azt, ki mint Isten megközelíthetetlen, ki köztünk lakozott, és hallotta mindenkitől. Ékes beszédű szónokok oly némák, mint a halak, a te színed előtt, Isten szülő, mert nem foghatják fel, miképp történt az, hogy szüzességet sértetlen maradt, és mégis szültél. Mi azonban csodálva e titkot hittel énekeljük. Oh.
ki a mindenséget fölékesítette, ígérete szerint üdvözíteni akarván a világot eljött hozzá, és ki, mint Isten, ami pásztorunk, mégis azon módon, mint mi, bárányjá lett, hogy hasonlókhoz hasonlóvá legyen, miért is, mint Isten, hallja tőlünk. A szüzeknek és minden hozzád menekülőnek védő fala vagy Isten szülő szűz, mert az ég és a föld teremtője fölmagasztalt téged tisztaságos, midőn anyjává fogadott, és mindenkit megtanított, hogy így szólítsanak téged. Nagy irgalmasságodat egészen fel akarná magába ölteni, mert hozzunk bár neked, ó Szent Király, a tenger fövenyeivel egyenlő számú dicsőítő éneket is ajánlatul, semmi méltót sem tettünk azokhoz képest, amiket te adtál nekünk, kik neked énekeljük. Tiszteljük a szent szüzet, mint a sötétségben levők világító szövét neki, mert szívünkben szellemi tüzet gyújt, az isteni értelemre tanít mindenkit, az elmét fénysugarakkal világosítja meg, azért tiszteljük őt a következő énekekkel.
Az embernek minden adósságát elengedte, hogy a régi adósság helyett kegyelmet adjon, önmaga alászállott azokhoz, kik a kegyelemtől elestek, és széttépén az adós levelet, ezt az éneket hallja mindenkitől. Énekelvén fiadat, dicsérünk téged mindnyájan Isten szülő, mint lelkes templomot, az ugyanis, aki kezével a mindenséget fönntartja, nálad vett lakás, mi által megszentelt, megdicsőített téged, és megtanított mindenkit, hogy énekeljék néked. Oh.
mint bátor hadvezérnek üzenének, mint megszabadítónak minden rosszul. Ami már minket is felszívünk, illetve szeretem a trónálló angyal elküldetett a mennyből, hogy így köszöntse az Isten szülőt, üdvözlégy, és látván téged, Urunk, már előre megtestesülten elcsodálkozott, és megállva szellemi hangon így módon köszönti őt. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk. Dicsőség néked. Az Istenünk az ő legtisztább anyjának imájától, a tisztesi dicső prófét előkövetés keresztelő Jánosnak, kinek születését ma fényesen ünnepeljük, minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Jézus Istenünk, könyörülj rajtunk! Amen.
lehet. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves érsekatya, kedves nővérek, kedves görög rítusú és latin rítusú testvérek, akik ezen az estén itt együtt tudunk imádkozni, és már túl vagyunk egy csodálatos imán, ami elsősorban nekünk latin szertartású, latin rítusú katolikusoknak volt különleges élmény, mert ritkán hallunk, ritkán látunk ilyet, és ritkán tudunk legalább valamilyen szinten be is kapcsolódni. És most következik a folytatása, ami úgy mondhatom latin ritus szerinti rózsafüzér imádkozás. Sokszor hallottuk, imádkoztuk, énekeltük most az elmúlt órában, hogy üdvözlégy Mária. Még 53-szor, hadd kérjem, mondjuk. Mert egy rózsafűzérben 53-szor imádkozzuk. Tulajdonképpen tudjuk Gábor angyal szavait a Szentírásból, és Erzsébet szavait, Keresztelő Szent János édesanyjának a szavait. Éppen ezért mondhatom nyugodt lélekkel, a rózsafűzér biblikus ima. És a rózsafűzér, bár közvetlenül a szűzanyát szólítja meg, mindenkor a Jézussal való találkozás lehetőségét biztosítja. Mert ahol Mária, különösen olyan helyzetben, mint amilyen helyzeteket ez a rózsafűzér megörökít, megelevenít, ott biztos, hogy ott van Jézus is. A világosság rózsafűzérét imádkoztuk ma este. Nem túl régen lett ismert magyar földön ez a rózsafűzér, inkább csak az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafűzér gondolataival ismerkedtünk meg gyerekkorunk óta. Holott, ez a világosság rózsafűzére erdélyi származású. Jóval előbb, mint hogy most újra fölelevenítve elkezdtük ezt imádkozni országszerte, székely testvéreink már régen imádkozták. Valahogy így alakult, de most már nem a múltat, hanem a jövőt kell látnunk. Örüljünk annak, hogy Jézus nyilvános működésének a helyszíne is belefoglaltatik ennek köszönhetően a rózsafűzérbe. Nem csak az örvendetes titkok, és később a fájdalmas, majd a dicsőséges úgynevezett titkok kerülnek színre, hanem az első mindjárt a Jordán folyóhoz visz bennünket, ahol a 30 éves Jézus megkeresztelkedik, aztán majd mindig bekonferálom a következőt, egyelőre csak annyit mondok, a második Galilea Kána nevű városában talál majd bennünket. Ahogy az érsekatya már mondotta, egész mai esténk minden imája azt a célt szolgálja, hogy a hivatásokat meghallják azok, akiket hív az Úr Jézus. Apé és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Ráadásul csodálatosan, úgyhogy egy alulról jövő kezdeményezést, egy felülről jövő áldás koronázta meg. A legegyszerűbb emberek imádkozzák a rózsafűzért, és imádkozzák nagyon sokszor apé és szerzetesi hivatásokért. Most egy csodálatos ötletnek köszönhetően erre a Szent Atya különleges áldását adja, én hiszem, hogy ezekben a percekben is talán velünk tud lenni, hisz a világ minden katolikus médiája közvetíti ezt a fantasztikus ima láncot, aminek most mi egyetlen kis szemei, gyöngyszemei lehetünk. Ismeri mindenki a staféta futás, vagy más szóval váltó futás törvényét. Nem egy ember viszi a célig azt a botot, hanem átadja csoporttársának, így tulajdonképpen sokkal gyorsabban odaér az a botocska, mintha egy ember vinné, mert olyan sebességgel egyedül senki nem tud szaladni, rohanni, futni. Egy ilyen váltófutáshoz hasonlít az, amit most mi csinálunk. Bekapcsolódunk egy nagy kegyelmi áradatba, futásba. Hogy honnan és hova jut ez az ima? Hát megkezdődött most nem sokkal mielőtt mi elkezdjük az imát, Szlovákiában, mégpedig a régi Magyarország területén, Lőcsében. Lőcséről vesszük most mi át a stafétabotot, és ha befejezzük fél óra múlva, akkor továbbadjuk jóval messzebbre, hisz Kaliforniába,
éppen Sacramento, vagyis oltári szentség nevű városban imádkozó testvéreinknek. És így ér majd célba, és biztos, hogy nem marad eredménytelen. Ennek jegyében és ezekkel a gondolatokkal kérek mindenkit, segítsen nekem, még véletlenül se egyedül kelljen vinnem a stafédapotot, imádkozzuk együtt a világosság rózsa fűzérét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson bennünk. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenekké. Ó Jézusom, a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzérdől, és vidd a mennybe a lelkünket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak magadra. Kedves jó testvérek, sok mindentől függ, hogy mi vár ránk, úgy általánosságban az emberiségre, vagy azon belül magyar népünkre. Történelmünknek milyen lapjai vannak hátra még, amelyek titkok számunkra. És mégis bízunk abban, hogy bármi is következik, mi meg tudunk maradni keresztényeknek és magyaroknak. Ebben mindenképpen segítenek kegyhelyeink, és ezért ennek az imának ma itt különös súlya van. Mária Pócson imádkozni, ahol itt van a kegykép, a nemzeti kegyhely mellékoltárán, de egyben így is mondhatom, kegyoltárán, ez egy óriási dolog. Tudjuk, talán az eredeti, talán egy másolat van a bécsi Stefánszkirchében, mindegy. A lényeg az ez, amit itt látunk, amire fölemelhetjük tekintetünket, még 1905-ben is könnyezett. Ha valaki hát az égiek, és azon belül a szűzanya tudja, hogy mi vár nemzetünkre, de ő egyben, mint nemzetünk királynője, gondoskodik arról, hogy megmaradjunk, újra így mondom, szinte refrénként, a papi hivatásoknak is köszönhetően, keresztényeknek és magyaroknak. Az első titok, aki a Jordánban megkeresztelkedett.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a madra. Jézus megkeresztelkedéséről eszünkbe jut a mi megkereszteltségünk, és azok megkeresztelése, akiket ma, manapság, csecsemőkorban, újszülött korban az egyház törvénye szerint megkeresztelnek. Az általános papság része lesz már az övé, még nem tud róla, de igenis, valamilyen papi hivatalt már ezzel betölt az, akinek homlokán végig csordul a keresztvíz. De ennél sokkal több az, amiért most imádkozunk, hogy a krizmával való megkenés, a püspök kézrátétele,
az általános papságból a szolgálati papságba emeljen apokat, szerzeteseket. Ehhez az kell, hogy keresztény szülők gyermekeként növekedjék az, aki meg van keresztelve. A világosság rózsa füzérének második titka a házasságot juttatja eszünkbe, hisz ott látjuk a mennyegzős ház vendégei között Jézust. A második titok így szól, aki Kánában megmutatta isteni erejét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál bűnösökért, most és halálunkra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Kérlek kezdetben, most és mindenekelőre.
Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Föltehetjük a kérdést, miért kell ilyen hosszan imádkoznunk? Miért nem elég egy mi atyánk, vagy egy üdvözlégy Mária? Vagy tudjuk úgy, ahogy a kedves fatimai gyerekek imádkozták a rózsafűzért, mert ők komolyan vették, de szó szerint, amit az angyal kért tőlük, na meg hát aztán már a szűzanya is, hogy egy mi atyánk után mindig mondjanak 10 üdvözlégy Máriát, aztán egy dicsőséget, és újra jöhet a mi atyánk, a 10 üdvözlégy, és hát ezért ők így imádkozták, mi atyánk, üdvözlégy Mária, 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 dicsőség, mi atyánk, üdvözlégy Mária, üdvözlégy Mária. A kedves Lúcia, aki közel 100 évesen halt meg a közelmúltban, írta ezt le, visszaemlékezve gyermeki huncutságukra. Mi örüljünk neki, hogy egy-egy titoknál tovább időzhetünk, amíg a 10 üdvözlégyet elmondjuk. Így most is időzzünk, mégpedig a Genezáreti tó partján lévő dombok, hegyek között, ahol a hegyi beszéd részeként elhangzott az Isten országáról való híradása Jézusnak. És ez is összekapcsolódik a papi hivatással, mert hát de jó lenne, ha nem csak világi előjárókat, királyokat ismerhetne meg egy-egy ifjú történelem órán, vagy akár hittanórán, hanem a királyok királyát is megismerné, Isten országát is, természetesen Magyarország mellett, és a világ sok csodálatos országa, és figyelemre méltó akár szent királya mellett. A világosság rózsafűzért harmadik titka így szól, aki meghirdette Isten országát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál bűnösökért, most és halál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkkor. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkkor. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony, Jézus Mária, szent anyja,
imádkozzál ére, mint bűnösökért, most és halálom óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, ez Mária, Istennek szentelte, imádkozzál ére, bűnösökért, most és halálom óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, ez Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál ére, bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, ez Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál ére, bűnösökért, most és halálunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe le, különösen azokat, akik legjobban visznek. A negyedik tized mondani valója a következő, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Emlékezünk a történetre. Péter, Jakab és János látja csodálatos ragyogásban Jézust, és mellette Mózest és Illést. És most a papi hivatásokra gondolva az jut eszembe, ami ott Péter ajkán elhangzott. Uram, jó nekünk itt lennünk, hadd építsünk neked és Mózesnek és Illésnek egy-egy sátrat. Valahogy ezt bárcsak megérezni minden, még nem papnövendék, hanem csak egyszerű gyermek, amikor átlépi a templom küszöbét, és ott látja az örökmécses fényében Jézust, mint a Táborhegyen, és mellette a papi szolgálatot teljesítő lelkiatyát, akin látszik, hogy jó neki itt lennünk, jó neki itt lenni. Irigylésre méltónak lásson minden fiatal, minden papot, és akkor talán könnyebben meri vállalni ezt az életmódot és szolgálatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, ez Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, ez Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál ére, bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, ez Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál ére, bűnösökért, most és halálunk órája. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, ez Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, ez Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk korában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk korában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkünket, különösen azokat, akik legjobban a szűzanyával együtt először a Jordán parton töltöttünk egy kis időt, aztán a második titok emlegetésénél Kánában, majd a Genezáreti tó partján, fönn a Táborhegy csúcsán, és most visszakanyarodunk, és Jeruzsálembe megyünk, és ott is a cönákulumba, a vacsora helyszínére, ahol Jézus megalapította az oltári szentséget. Sok öröme van egy papnak, hiszen hát óriási öröm, amikor például keresztel, amikor esket, és sorolhatnám az összes szentségeket, de a csúcsa mindennek természetesen a Szentmise, és annak legcsodálatosabb pillanata, az átlényegülése a kenyérnek és ostjának, miután ő elismételi Jézus utolsó vacsorai szavait. Nagy dolog különböző hivatásokban nagyot teljesíteni. Ennél nagyobb teljesítményre ember nem képes, mint hogy Istent adja az embereknek. Egyszer a Mátrában, egy templomban beültem a padba, és hallgattam a kedves atya miséjét, prédikációját is. Arról beszélt, hogy az oltári szentség mint egy energia áll rendelkezésünkre. Aztán elérkezett az íme, az Isten báránya kezdetű ima, ő felemelte a szentostját, és most az egyszer nem azt mondta, hogy íme az Isten báránya, hanem azt itt az energiaforrás. Ezt az energiaforrást tudjuk mi papok fölkínálni. Ráerőszakolni nem, de fölkínálni az egész emberiségnek. Ebben áll a papi hivatás csodálatos misztériuma. Hát érdemes papnak lenni, érdemes szerzetesnek lenni. Aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Add meg nekünk, és bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Imádkozzál, most és halálunk.
Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent vagy, imádkozzál, most és halálunkban. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent vagy, imádkozzál, üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál, élet, bűnösökért, most és halálunkban. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál, élet, bűnösökért, most és halálunkban. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál, élet, bűnösökért, most és halálunkban. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál, üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál, bűnösökért, most és halálunkban. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élet, bűnösökért, most és halálunkban. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkban. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a legjobb, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak. Befejezésként kapcsolódjunk be lélekben 16. Benedek pápa különleges imájába. Urunk Jézus Krisztus, örök főpap, aki felajánlottad saját magadat a kereszt oltárán, és a Szentlélek kiáradása által megadtad a papi rend tagjainak, hogy áldozatodban részesítsen bennünket. Legyenek jó pásztoraink, akiket meghív az egyház szolgálatára az Úr Jézus, amilyen az te szent szíved is, akit ezen a napon ünnepelünk különös szeretettel. A boldogságos Szűz Mária, a te és édesanyád közbenjárására által fogad be az összes papot is a rájuk hozott, rájuk bízott juhokkal együtt, majd egykor az örök boldogságban Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek,
örülök annak, hogy innen közvetíthette most a Bonum Televízió, a Magyar Katolikus Televízió ezt az esti közös imát, illetve rózsafűzért. Egyébként is örülök annak, hogy újra itt lehetek, mert szívem szerint talán még többször is eljönnék, de hát ennek azért néhány akadálya van. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, szaladjanak haza, ne hűljön ki a vacsora, dicsértessék.